Szasztok szóval srácok, itt Arusz, és elhoztam egy újabb XP glitches videót, ezt a kódot írjátok be az elsőnek, indítsuk is el, privátba és play, és kacok, egy újabb videó nektek, ma nem sok időm van, és hát úgy volt, hogy ma nem lesz videó, de mindenképp be akartam sérülteni nektek egy tartalmat a mai napra is, úgyhogy ez most egy XP glitches videó lesz, mert ez erre volt lehetősége most csak, Na, és kacok nézzük is. Ha ingyenes is támogatnál, akkor ezt megtetted itt az Item Shop jobb legalsó a sarkába, a Support a Creator kódon beírásával, ami 1 egybe nem kell szó Köszi. Oké, okay, ahogy elindult itt a map, látjátok itt van fönt ládák, meg itt a fal, és megnézed, nem az első, hanem a másodiknál lesz egy elbetű, ez az Aztán, hogyha megnézed, ennél a saroknál van ez a kép, itt van -e fáj, a fáj, fölugrasz rá, nyomsz egy imótot, ami egy titkos szobába dob betéged, De itt a kérdője nem tud júzolni ezt a gombot. Szembe lévő sarokba beállsz, megfejled a falat, tehát ugrasz egyet, oké, okay. és most látod itt ez az imót, megnyomod az E betűt, amivel júzos, és folyamatosan kapod az AFK XP-t, srácok, kinek több, kinek kevesebb, ugye ez most teljesen AFK, tehát ez magától folyamatosan fog jönni, és az a lényege, hogy bármit csinálsz, akkor kapod aki supercharge van, többet kap, aki simába, az kevesebbet. Lehet, hogy sokkal több jön, lehet, hogy sokkal kevesebb jön, akármi, uh, mit tudom, ide beugorhatsz, és itt is folyamatosan jön. Hogyha megállna egy idő után, akkor mindenképp nyom egy resetet, tehát próbáld ki respawnnal, és hogyha respawnnal nem működik, akkor lép ki teljesen a kreatív ugye uh, még egyszer indítsd el a pályát, és akkor uh, menni fog. Szóval srácok, nyomtam egy resetet, tehát respawnt. Uh, nem léptem ki teljesen a hábból, és megnézzük, hogy itt lesz -e a gomb. Itt lesz a gomb még egyszer, oké, és csak kíváncsi vagyok, hogy kapom-e úgy is az XP-t, hogyha elfogyna, ugye megállna, és nyomnám csak simán a riszpont. Oké, megint itt a fákja, tudjátok a szokásos, fölugrotok, nyomtak egy imótot, oké, de most már kicsit má más ez az imót fej, na mindegy, azért felugrunk Előbb ez a cheat volt, most szintén ez a cheat volt, más volt, érdekes. Oké, okay, tehát elindul, de látjátok, hogy előbb ott egy kérdője volt, most meg mintha más lett volna az imót, és most megint oda felugrott. Tehát mindenképp csináld meg azt, hogy megfedd másodjára is a falat, és látod, hogy folyamatosan jönni fog az XP, úgyhogy működik. Oké, okay, és a másodiknál beírod ezt a következő kódot, elindítod. Ennél a pályánál már voltunk egy pár párszor, tudjátok, srácok, illetve lányok, ezt már ismeritek, de itt egy újabb lehetőség, tehát lehet, hogy sokszor látjátok majd ugyanazokat a pályákat több videóban is, az azért van, mert más dolog is került bele, másképp is meg lehet oldani a dolgot. Srácok, illetve lányok, ha tetszik a videókon, ne felejtsd a lányokon is iratkozz föl. Hogyha srácok rejük, ha 500 supportert, hogyha 500-on írjátok be a support creator kódomat a hónap végig, akkor február elején fogok köztetek sorson egy skint. 490 volt ez december végén, úgyhogy 10 hiány majdnem meg lett, úgyhogy ha most 500-at elérjük, a hónap végéig, tehát január végéig, akkor februárban lesz skin kisorsolva köztetek. Na, mindegy. Térjük vissza a videóhoz, mert az a lényeg, hogy ahogy lejár a 60 szek, azután már megnézzük az XP-t. Mármint a glitchet, nem az XP-t. Mindegy. Itt megnyomod az E betűt, ahogy elérkezted a mögéd, tehát nem jöttem le. Store. Oké, okay, és ahogy bejöttél ide a storehoz, hoz vannak különböző dolgok és meglátod itt a vending machine, sniper, és a snipernél is a sarkához ugraszt, tehát legszélső. Aztán itt ez a tábla, fogod, ráugrasz erre, és innen elmész a végig, és a végéig ugrasz. Így, tehát ugrasz egyet, nem végigmész, ugrasz egyet. És itt nyomsz bármilyen imótok. Bekerülsz ide egy titkos helyre, júzolod, és most kapod elvileg az XP-t automatikusan, tehát ez is egy AFK XP glitch, ugyanúgy, mint az első, de lesz olyan is, ami nem AFK XP glitch ebben a videóban, kicsit, kicsit furán ugrik, Pokémon figyeld, hát ez kényetlen, na mindegy, hát így működik. Lényeg az, hogy itt vagy egy darabig, és működni fog, ide beírjátok a kódhoz ezt. Ez a legis, legbrutálabb XP map, amit valaha mutattam nektek, O, M, és G, figyeld. És nagyon fontos lesz, hogy ugyanazt csináltuk, amit én csinálok, mert hogyha nem ugyanazt csináljatok, amit én csinálok, akkor nem fog működni. Oké, és tehát beérkeztél ide, és megfogod a sznipert. Fogod, de ezt, amit én fogod, és belenézel a napba. És belelősz a közepébe. Durván a közepébe. Oké, most bedob egy helyre, baromi egyszerű, tehát nem kell alkoholni, meg nem kell sok mindent, és csak józolod, ebetű, folyamatosan figyeld, 205, ez baromi durva. De az lesz a lényeg, látod, hogy elengeded, már nem kapod. Tehát az lesz a lényeg, hogy megtaláld azt a pozíciót, um, hogy nyomd az ebetűt, látod, és így folyamatosan mész, 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 és na és ilyenkor adja, ha megállsz, akkor már nem fog jönni. de már nézd, kb. 3 másodperc se telt el, és már 6000 XP-nél vagyunk. Tehát az lesz a lényeg, hogy megtaláld azt a pozíciót magadnak, mivel úgy fogsz tudni menni, hogy jó legyen. Mert így, ahogy megállnék, akkor abba hagyja. Hát tudod, megálltam abba a, a 10.000 XP. És most szintet is léptünk. És így, jobbról, balra. Tehát ennyi. Tehát, balról, jobbra. Jobbról, balra. Ennyi az egész. És folyamatosan júzolod, és nem hagyod abban. És ez, ez eszméletlen, eszméletlen, és nem tudom, hogy amúgy mikor fogy el, hogy el tudod-e érni a napi limitet, de egyszerűen nem láttam ebbe megállást. Most nézd meg, megint picit elrontottam, de nézzétek meg, srácok, most már 30 ezernél járok, és egyszerűen ennek nincs vége. Vágod? Nem tudom, mi a napi limit, azt mondják elvileg, hogy 150 ezer, de ez haláli, szerintem már túl vagyok azon, vagy túl leszek azon majd. Nézzétek meg, gyerekek, 66 ezer XP. 66 ezer, és nincs vége. És azért nagyon rövid idő telt el. Tehát itt ezt folyamatosan nyomod. Most már szerintem megcsinálom 100 ezerig, ez nagyon brutál lesz, nagyon-nagyon durva. Nézzétek meg, 94.695.000, Ezt ez, szerintem ez a legdurvábban a dolog, amit ami, elhoztam. Szóval 100 ezer, gyerekek. Kegyetlen. Na, nézzük a következőt, srácok. Szóval beírod ezt, és V29 a végére ezt a kódot. Srácok, még kettővel még meg fogom mutatni nektek. Az olyan, hogy csináld ugyanazt, amit én, és ugyanarra mennyi látod, hogyha meg például megnézed, itt van középen, amikor lehet kezdeni az egy végyet, ugye? Itt van ez a gomb, vagy mi? És akkor itt szembe ide jössz a végére. De amúgy megnézheted ott is, hogy ahol beírod a support the creator cuccost, vagy ahol vannak a fegyverek, tehát egy merre próbáld nézni. Tehát ezt a sarkot keresd meg, ahol én vagyok. Nézz el erre, és építs főfele. 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 és 10. Na most itt lesz egy interakció gomb, elvileg. E, megnyomod, ez arra jó, hogy tudj tovább építeni. És most addig kell építened amúgy, ameddig ö, engedi, tehát egyszer vége lesz. Tehát fullra folyamatosan most már nem kell számolni, egyszer úgy is meg fog állítani, és ugye az lesz nekünk a megfelelő. Ezt majd itt jelzi, látod, ilyen negyed építménnyel. Most itt kezded el lőni. Középen kb. mondjuk. És jön az XP. 88 és megint 88. Azért ne felejtjétek el, hogy előbb 100 ezer XP-t kiszedtem, szóval lehet, hogy nekem ez 88, neked meg, mit tudom én, 5000, érted? Fogalmam sincs. Attól függ, milyen sorrendben csinálod, hogy mennyi az XP limit egy nap, vagy akármi. Tehát ennyi, és ez csak így folyamatosan tényleg lövöd, és adja 88, azért nem, azért nem rossz, azért nem rossz, azért ez nem rossz. Na most fogjátok, és ide tudtok egyet építeni, de csak ide, aztán egyet így uh, fogod, tehát itt vagy, ugye, itt már nem tudsz följebb építeni, leraksz magadnál egy padlót, aztán Leraksz egyet balra, és attól függ, hogy hogy nézed vagy jobbra. És félfelé építesz kettő, három. És akkor itt lövöd, háromat építesz, és ismét lövöd 677 gyerekek, és 665. Ez is sokkal, látod, sokkal többet ad, mint az a 88-653. Szerintem azért ez elég jó. Én szerintem 641. Lehet, hogy most már folyamatosan fogy, és egyre kevesebb 631. De azért nem rossz, 620, igen, 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 kevesebbet kapunk amúgy most már. Szóval bejártok a gyerekek ezt a kódot, és mögé, hogy V49. Sajnos, csak úgy működik, ha V49-et beírod elvileg. Ami konzolon is lehet billentyűzöttel, szóval akinek van, és rá tudja kötni. Tehát mindenkinek van egy billentyűzete nyilván egy számítógéphez. Szóval azt meg lehet oldani. elindítod. Nagyon fontos srácok, illetve lányok, ha tetszik a videó, tovább is ne felejtsd el lájkon, és iratkozz fel, nyugodtan nyomj egy kommentet, segítve a munkámat ezzel a lájkon, a kommenten, tudjátok, YouTube ajánlja a videót, több ember ez is eljutasson. Most nagyon fontos lesz, hogy tényleg csináljátok azt, amit mondok, mert csak sorrendben működik. Ha valamit véletlenül kihagysz, vagy úgy gondolod, hogy ez a lépés nem kell, mit tudom, egyből megpróbáld, nem fog működni, és nem kapsz semmi XP-t. Tehát elindítod ezt, ugye, ezt a mappot, látod ezt a fegyvert itt, ez a Sideways rifle -t. ezt fel kell venned, tehát mindenképp, és miután felvetted, bejössz ide, Change Outfit, és most kiválasztasz egy skin-t, tök mindegy, milyen skin-t választasz ki. Fogod, elmented. Oké. Okay. Kilépsz, az, hogy Back. Néha picit lassabban tölt vissza, ez most nem foglalkoz vele. hogyha visszadél ugye a másik skinben, amit te kiválasztottál. És most itt vagy, és szintén föl kell venned még egyszer ugyanazt a sideways rifle-t. Tehát kétszer legyen a táskádban meg. Miután felvetted, mennyi vissza ugyanidem, ahol ugye cserélted ezt az outfitet, és ugyanarra, ami neked volt előzőleg skin, ami nekünk ugye az aura volt, arra azt kell fölvenni, tehát hogy amivel bejöttél, ugyanaz legyen. Ennyire egyszerű, tehát csak cseréld vissza. Az, hogy milyen skint választasz, először az random, csak mindegy, de a második skin az ugyanaz legyen, amiben bejöttél. Oké, és most visszajössz ide a sideways uh, rifle és itt fogsz építeni főfele hatot. Egy, kettő, három, négy, öt és hat. Na most, ha felépítetted ezt a hatot, ugye, innen lentről, raksz oldalra egy falat ide. Ez nagyon fontos. Te leraktad a falat, ide Főfele kéne építened, 3-at, vagy 4-et bocsik. 2, 3 és 4. Oké, okay. tehát fogod, lentről 6-ot, innen, oldalra a fal, aztán fölfele négyet. és ahogy ez megvan, raksz rá egy padlót. Látod? És itt az interakt gomb, 12. 40. ez folyamatosan nyomogatni kell, persze. Javaslom azt, hogy rakd a görgőre esetleg, ha egére játszol. Ne az ebetűre, de én most nekem teljesen megfelelő az ebetű. Itt is ugye tudod szerezni az XP-t. És sarokban van, tehát megnézheted, hogy esetleg melyik sarokból ad többet, vagy melyikből ad kevesebbet. És akkor itt letolt tudod is. Mondhatni az is, hogy AFK XP glitch félig, de hát nem tudom, valami nehezéket rá tudsz -e úgy tenni az ebetűdre, hogy ugye más ne nyomjál meg, más gombot, valami akármit, vagy hogy hogy meg, ezt hogy oldod meg, ezt nem tudom, de látod, mindig sarkában van. Most például rámész ide, itt 12 XP-vel kezdi, most mit tudom, kipróbáljuk ezt is, itt 9 itt már picit kevesebb, vagy most folyamatosan csökken, még azt nem tudom, csak hogy csak 5, -5 a, nem tudom, és hogy végignyomkodod itt hat, érted? És akkor amelyik esetleg neked a legmegfelelőbb ott fogod, és akkor végignyomod ezeket. Srácok, élet, lányok, ennyire lesz ez a videó. azért próbál ezeket instant minél hamarabb, minél több ilyen videót gyártani, mert hogyha már lemaradnál egy ilyen videóról, már nem kapod meg az XP ugye? Mert már nem működik. Akár ki is kapcsolhatják, olyat is láttam már, hogy maga a creator, aki hozta létre a mapot, kikapcsolta, és már nem tudta XP-t szerezni, úgyhogy gyorsba hozom el nektek ezeket mindig. Szóval srácokért a lányok, Ennyi lesz ez a videó, ha tetszett, te fesd a lájkodni, és iratkozz föl. legközelebb találkozunk, én erről szóltam, szevasztok!